Tart, elindult az 1100 méteres verseny, jól sikerült az indítás az egész mezőnynek. Úgy nézem, hogy bírónő vállalja magára a vezetés Kun Ferenccel, mögötte pedig a szürke kanca Aloy Ayvilo. Ők tehát ketten diktálják a tempót, egészen kívül Sorbon szaporázza, harmadik pozíciót fölvállalva, benne a falon pedig Fireman Sam próbál tapadni, abszolút szélárnyékban a vezető hármast körbevéve. A vezető 3-4 ló teljesen együtt, a többiek picit lemaradva, picit nagyon illendő, és Bossa Nova inkább csak hátulról figyelik az eseményeket, Sorbon egy picit megcipelik, annak ellenére, hogy kevesen vannak, ő azért a harmadik spurban fogja megtenni a tanyart, miközben bírónő könnyen kézből galopozik, de hát ezt tőle megszokhattuk, majd a befutó egyenes második felele számára, majd a nehéz Aloy Ayvilót már erősen kell lovasának lovagolni, hogy tartsa a frontban a vezető lovak között, de egyelőre Kovácssal nagyot küzd, előtte Fireman Sam, bírónő még mindig vezet 2-3 hosszal, és bírónő nagyon szívesen távolik a többiektől, bírónő megerőltetés nélkül növeli az előnyét, bírónő nagy stílusban nyerhet, csak sétál az utolsó 150 méteren, bírónő csak Kent rézik, mögötte nagy küzdelem alakul ki a helyezésekért, illendő, bírónő, illendő, és Aloy Ayvilo, ez a befutási sorrend. A vége picit szoros lett, de aki nem látta a versenyt, azt mondja, hogy ez egy szoros verseny, de bírónő győzelme egy percig sem forgott veszélyben.